Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Kill Bill második részéről. Tarantino 6 éven keresztül dolgozott a forgatókönyvön, és összesen 220 oldalas volt. Azonban amikor elkezdtek forgatni, Tarantino még közben is hozzáírt néhány jelenetet a scripthez. Egy interjúban említette a rendező, hogy nagyon sok nyersanyag jött össze, akár egy harmadik mozi is kijöhetett volna belőle. Mindenesetre a rendező eredeti terve egy nagyon hosszú film volt. Ennek is köszönhető, hogy a Kill Bill első promóin még az a szöveg szerepelt, hogy 2003-ban meghal Bill. Ezek után döntötték el, hogy mégiscsak két film lesz, így tulajdonképpen ez a promóció hazudott, hiszen nem 2003-ban hal meg Bill, hanem 2004-ben a második részben. A rendező eredeti elképzelése szerint Pai Mei kantoniul beszélt volna angol hangalámondással, mint a régi kung fu filmeknél. Sőt, Tarantino akarta felmondani az angol szöveget. Még a film előkészítési fázisában az a verzió is felmerült, hogy maga a rendező játszaná a karaktert. Pai Mei karaktere megjelenik a kínai történelemben is. Annak idején, amikor lerombolták a buddhista templomokat, több más kung fu mestert is elárult, hogy magát, illetve a tanítványait megmentse. Árulása miatt a Pai Mei stílus betiltott technikának minősül. Maga a karakter a kínai történetekben, illetve filmekben szinte mindig negatív. A templomi jelenetnél két színész is megjelenik egy cameo erejéig, Samuel L. Jackson, illetve Bo Svensson. Létezik egy olyan rajongói elmélet, mely szerint Samuel L. Jackson karaktere Rufus valójában Jules a ponyvaregényből. A rajongók leginkább azért gondolnak erre, mert a ponyvaregényben elhangzik, hogy be akarja járni a földet. Bár ezt a feltételezést Tarantino sosem erősítette meg hivatalosan. Uma Thurman és Daryl Hannah borzasztóan rossz viszonyban voltak egymással a forgatás során. A film káni bemutatójánál kikötötte a két színésznő, hogy a szálloda két külön végében kell őket elhelyezni egymástól a lehető legtávolabb. Sőt, a premier utáni partin is külön elszeparált részt kértek maguknak. Amikor megnyerte a két színésznő a legjobb harcnak járó díjat az MTV-n, egyikük sem volt hajlandó elmenni a díjátadóra. Sokan arról pusmognak, hogy a rossz viszony annak köszönhető, hogy amikor a forgatást el kellett tolni, mert Uma Thurman terhes volt, akkor felmerült, hogy esetleg Daryl Hannah játszaná a menyasszonyt. Az eredeti forgatókönyv szerint a menyasszony elvágta volna Daryl Hannah karakterének torkát, nem pedig megvakítja. A vakítás után a színésznő tombolását egyfajta viccnek szánta Tarantinónak, de annyira megtetszett a rendezőnek, hogy végül ez maradt a film végső változatában. Uma Thurman 2018-ban kiposztolt egy felvételt a Kill Bill 2 forgatásáról, amikor autóbalesetet szenvedett. Nagyjából ekkor robbant ki a Harvey Weinstein botrány, és a színésznő ezzel a felvétellel akarta alátámasztani, hogy a producer milyen szemét módon viselkedett vele. Ugyanis Weinstein nem akarta odaadni a felvételeket Uma Thurmannek csak akkor, hogyha aláír egy papírt, hogy nem hozza nyilvánosságra. Végül a színésznő 2018-ban a felvételeket Tarantinótól kapta meg. Tulajdonképpen arról volt szó, hogy Uma Thurman eleve nem akarta a jelenetet megcsinálni. Azonban Tarantino ragaszkodott ehhez, mindenképp közeli felvételeket akart a színésznőről, miközben vezet. Uma Thurman egy bukkanó miatt elvesztette az irányítást a kocsi felett és ütközött. Később a színésznő elismerte, hogy az eset után eléggé megromlott a viszony a Tarantinóval. Maga a felvétel sorsa is igen érdekes lett, ugyanis annak ellenére, hogy a színésznőnek nem ez volt a szándéka, a média Tarantinót hozta ki hibásnak. Az Estebános jelenetet egy valódi mexikói kupiban vették fel, és a statiszták ott dolgozó prostituáltak. A történet, amit Esteban mesél Billről, hogy elkezdte szopni az ujját a moziban, valójában Kurt Russell története, amit Tarantinónak mesélt. Tarantino borzasztóan utálta Michael Madsen kalapját. Többször is szóvá tette a színésznek, hogy ne hordja, mert szerinte hülyén néz ki. Michael Madsen azonban ragaszkodott hozzá. Végül Tarantino úgy döntött, hogy beleírja a forgatókönyvbe is, hogy Bud főnöke szól neki, hogy ne hordja azt a kalapot. Bud lakókocsiában láthatunk egy Mr. Majestic posztert, ez Tarantino egyik kedvenc Charles Bronson filmje. Michael Jai White szerepelt a filmben, de ezt a részt végül kivágták. Ugyanakkor a Kill Bill 2 törölt jelenetei közt láthatjuk a színész harcát Bill-lel. A menyasszony kislányával eredetileg a macska arisztokratákat nézte volna, de erre a Disney nem adott engedélyt. Ezután felmerült, hogy a Samurai Jack egy epizódját fogják használni, de végül a Shogun orgyilkosa mellett döntöttek.
Tarantino eredetileg úgy tervezte meg a film lezárását, hogy Bill és a mennyasszony párbajoznak a holdfényben. Végül ez azért nem valósulhatott meg, mert nagyon elcsúszott a forgatás, a producerek siettették Tarantinót, így átírta a befejezést. Robert Rodriguez $1 vállalta, hogy zenéket ír a filmhez. Ezért cserében Tarantino $1 rendezett egy részt a Sin City-ben. A Kill Bill 2 első tesztvetítése után a közönség 5 percen keresztül felállva tapsolt. Ezután a producerek úgy döntöttek, hogy a kérdőíveket ki sem osztják, hiszen a közönség kifejezte tetszését. Az évek során többször is felmerült, hogy a Kill Bill valamilyen folytatást kapna. Tarantino interjúban 2 tervet hintett el. Az egyik egy anime sorozat, mely a Kill Bill-ben feltűnő karakterek háttértörténetét mutatja be. A másik projekt Kill Bill 3 címmel futott, melyben Nikki bosszút állna a mennyasszonyon. Tarantino azonban nem olyan rég megerősítette, hogy most már valószínűleg egyikből sem lesz semmi. Hát ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Kill Bill 2-ről, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!